Mindenkit szeretettel köszöntelek benneteket. Hát igen, pont ez történik, ugyanis folytatjuk a tesztelést. Egyébként azt gondolná az ember, hogy nem is biztos, hogy annyira ebbe a tesztsorozatba illő márkával, mert ugye a legolcsóbb, a legdrágább hangszerekig megyünk ugyanabból a formából, ugyanabból a világból, és hát a Kort gitárok azok alapvetően nem is az a céljuk, hogy ők high-end, nem tudom milyen magasságokban és nem tudom milyen gitárokat készítsenek több millió forintokért, viszont itt is vannak azért áll. Nagyon jó hangszerek vannak, egyébként a presztízsük nem olyan nagy, vagy az ázsiaiuk nem olyan nagy még gyakorlatilag, mert azt tudnunk kell, hogy a Kort cég, ez a Kort gyár, a világ egyik legnagyobb hangszergyára. Ja, ja. Tehát a koreai Kort cég csinálta szerintem a 90-es évek legtöbb gitárját. Uh-huh. Onnan, a két cég van Koreában, amelyik a legnagyobb és a legtöbb gitár gyártja, az egyik a Kort, a másik a Semic. És bárki, nézzétek meg a gyári számokat, a gitárjaitok, ami koreai, hogyha címre kezdődik a gyári szám, akkor Kort gitáratok van, hogyha SL, akkor Semic. Legyen bármi is ráírva a gyártó hely alapján. Ugyanaz vonatkozik, hogy a japánoknál, hogyha F van, akkor Fujigen. És hát... És vannak saját márkája a Kortnak, hogy a saját maga, saját néven gyárt különböző átkategóriájú, minőségű. De valahogy szándékosan nem célozták be ezt a nagyon-nagyon high-end kategóriát, de ennek ellenére igen, szerintem azért a drágább gitárjaik igencsak meglepetéseket tudnak okozni, annak ellenére, hogy még mindig nem azok az über drága. Igen, és volt a kezemben annak idején, hát szerintem az kb. 10 éve, amikor mi mentek ezek a hangfoglalásos cuccok. Az a Hun. Igen. Akkor volt a kezemben egy olyan G, amit ma fogunk megmutatni, G-széri, volt egy ilyen G-custom a kezemben, ami gyárilag EMG-el volt szerelve, és egy nagyon szép hangszer volt, és akkor csináltam is vele bemutatót annak idején a Forte-nak, a hazai forgalmazónak a standján, majd sikerrel, mert nagyon jó szólt a hangszer. Jók is voltak, igen. Jó, bizony. Ugyanaz lesz, mint a múltkor, egyesével adunk a gitárokon, ugyanerről a cuccról szólunk, mint az előző videóban, de majd azért mindjárt bemutatjuk ezt is. Igen. Köszi szépen, ha megnézitek, köszi szépen, ha feliratkoztok, és ha minden igaz, akkor lesz majd még videónk, ha minden úgy sikerül, ahogy azt terveztük. Igen. Úgyhogy ne felejtsétek el majd azokat is nézni, meg visszanézni az előzőeket. Nagyon köszönjük, hogy ilyen sok szép hozzászólás van, és hogy szerettek bennünket, jó esik, és hogy nem hiába csináljuk. Örömmel csináljuk nyilván, csak hogy meg még jobb, hogyha meg írjátok, hogy milyen marhák vagyunk. Ugye? Ja. Köszi szépen, ha támogatjátok a csatornát, akár a Superlike-ba, akár a Patreon oldalon, úgyhogy szerintem vágjunk is bele. Nézzük. Akkor gyorsan még úgy, mondjuk el, hogy mi ez a cucc megint, addig egy picit visszafordítom ide megint magunk igen, felé. Igen, a mai meg az előző adásra megint egy eltérő cuccot hoztam a biztonság kedvéért. Ezt egy pár alkalomig azért tudom folytatni. De itt 20-30 alkalomig. Ja. Ez egy olyan cucc, most ugyanazt a Sir Reactive Load dobozt hoztam el, ami egy attenuátor, tehát egy teljesítmény adó, lecsökkentő, és IR, tehát kabinet szimuláció okozó doboz. Most mondom, hogy milyen egy 1979-es Marshall Blackback hangszoros láda, amit az Owen Hammer samplingelt, az használom benne IR-ként, és az erősítőnk, amit a mai napon használunk, az a Leninek egyik legújabb Iron Heart SLS nevű cucca, ami egy csöves előfokú, három csatornás, boostos, full extrás előfokú, digitális végfokú 300 wattos erősítő, aminek a súlya azt hiszem 3,5 kg. Igen. Tehát ez a menekülő cuccom, ez a cucc, amit hogyha el kell menni valahova egy vidéki fesztiválra, ahol biztos, hogy van egy Marshall láda, akkor ezt gyakorlatilag megoldom vele. Ja, és még annyit, hogy a Frank Gambale a mostani turnéját az ezen az erősítővel játszott, szintén egy 1960-as Marshall ládával. Aha, ezt használja. Nála, és hallottam nála egy embert, jó szó, meg a Larry Basilio-nál hallottam a kislánynál. Ja, ja, ja. Hogy nem nagy lány. Nő. Hölgy. Igen. Hölgy, akit nagyon szeretünk, nagyon szépen gitározik, és nála hallottam ezt, hogy bemutatja egy videójában is. De egyébként az előző videóban is nézzétek meg, ugyanaz a setup van egy Hardwire, mi a Digitech? Igen, Digitech Hardwire delay van bekötve. Delay van bekötve, sztereóban megyünk a hangkártyába egyenesen. Ott elmondok egy jó kis sztorit,
az asztali tenisz diléről. Oké. Kezdjük el akkor a kort gitárok kielemződését. Nézzük. A legolcsóbbal kezdjük nyilvánvalóan most is. Uh-huh. Ez a Kord G110 OPSB. Ez. Ennek az ára 69.900 forint. Tehát ez tényleg a legolcsóbb mostani hangszerek közé tartozik, azt gondolom. Igen, igen. És fogásra viszont, meg tehát az egésznek az outfitje, az meg tök e fölé mutat. Igen. Felolvasom a repi szöveget. A G-széria jelképezi a vintage dugja evolúcióját. Dugja be a jackdugót a kezdőnek. Dugja be a jackdugót a gitár elejébe. Modern, mégis megtartja a klasszikus dupla cutaway design jól ismert esztétikai elemeit. Oké, okay, az új kollekció mindeg gitáros, itt majd javítsátok ki, elvárását kielégíti. HS-es hangszedő konfiguráció, gyakorlatilag bármilyen zenei stílus, csavarozott nyak, test, nyárfa, nyak, juhar, fogólap jatoba, na tessék. Igen, ezt valahogy rácsupant a Kort gyár erre a jatobára. Power Sound HS-es hangszedőszettek, 6 pontos vintage tremolo, és gyakorlatilag ennyi, a húrok bevonatos, nyílt porosú sunburst, tehát ez az open pore, ezt a Kort egyébként szívesen használja ezt a fényezési, vagy nem tudom milyen technikát. Érdekes, hogy ilyen mélyre van sunburst-ölve ez. Igen. Ez egyébként a 90-es években terjedt el ez a típusú sunburst, amit azért volt, hogy a réteget lemez gitároknál ne látszódjon az összerakás. Hogyha megnézel egy gitárt, ami sunburst, és ugyanben nem ez pont, mert ezt tudjuk, hogy nem ez réteget lemez, vagy Eszterházi tortát, az úgy néz ki, hogyha megnézed az Eszterházi szelet. Okay. Tudod? És azokat sunburst tölték, így ne lehessen látni az összerakás. De ennél nincs erről szó, mert ez egy házból. Mit most mondtam? Mondom neked, nyárfa. Nyárfából. Hát, de itt jó. Is már szépen ugye itt ez a csatlakozása nyakhoz, ez szépen le van kerekítve, igen. Vagy aki magasan szeretget játszani. Hát azért érződik a súlyán, vagy nem tudom, tehát hogy ez hát egy ilyen nagyon... A súlyán nyilván, hogy mert érzéletlen nem egy 6 kilós gitár. Igen, igen, igen. De ahhoz képest meg azt kell, hogy mondjuk. Nyak egyébként, ahogy itt nézegettük a többieket, ezek nem vékony nyakak. Ezek egyáltalán nem vékony nyakak. Megfogós. Nem, igen, tehát ez nem az a fajta metálos nyak, mint igen. Amivel a Zibonez vagy a Schecter dolgozik. Tehát nem az a fajta ilyen szolisztikus nyak, hanem ez inkább ilyen markolandó, vagy mit tudom én. Tehát ez nem feltétlenül a gitár szólózó embereknek csinálták igen. Ezt a gitárt. Ez bármilyen más stílushoz. Ez a Schecterekhez képest most nagyon fura játszani rajta, mert ugye ilyen extra jumbo bundok voltak ebben, meg ilyen... Extra nem jumbo. Extra nem, csak nem is jumbo, hanem negatív jumbo. Igen. De hozzá ezt a stratovilágot. Az állás, ez tök igen. Jó. Bocsánat. Igen, mászkányi, paraszbecsület. Igen, igen. Most alapjában véve ebben az állat, 70 ezer forint, megint egy cipő kb. Hát hogy... lassan, vagy egy parfum. Igen. Nem kell őrült... Ez egy egészen... Ez. Elég a tiszta hangot, amikor tegyük át egy overdrive-ra. Nézzük meg.
jól érzékelme, hogy annak ellenére, hogy humbucker, annak ellenére hozza ezt a szatos... Abszolút, van ez, van ez a kis nyávogós. Lehet, hogy kis azért, hogy szólni szeretnék, de mondtam, hogy ilyen. Igen, az nagyon kéne. Most 70 ezer forintért, ez teljesen... Uh-huh. Tehát ez ajánlott. Kinézősileg is, meg úgy az érzésőségileg is. De meghallgatom a tekezetben, mert kívülről azért mindig más érzés hallgatni. Jó ez a fajta kolbász rajta, ami inkább már svéd gomba. Tehát ugye a szín árnyalatát tekintetod, a kolbász az mindig kicsit ilyen paprikásabb, ez kicsit paradicsomosabb. Világ. De nagyon jó. A fendereken volt egy széria fenderi, amelyeken ilyen volt. Ezek a, például a apámnak volt egy 82-es Fullerton jazzbass-e, akkor vette, az a legelső szériás 62-es vintage Racy jazzbass volt, és azon ilyen színű volt. Yeah. Emlékszem, mert levette róla azon, amikor egy Pastorius világ, azon levette, és a konyha szekrényen volt ez kirakott. Onnan tudom, hogy ezt minden nap néztem. Én csinálok egy gyors hangolást. Jó. Levesz föl, tesz. Hasznos. Itt is érdemes meghúzni a kulcsokat, mert olyan laza. Igen, ezt nem győzök egyszer elmondani, hogy főleg, de egyébként még a sokkal magasabb árkategóriai hangszerekre is hatalmas javulás, hogyha beviszed egy hangszerészhez, beállítod, persze, kicsit megizéli a bundokat, letakarítja. Itt is egy kicsit mindenket átnéztem azért előtte egy izével, tudod, egy... valami kőszerszámokkal. Neki mentem ősemberbe, szakócával, tudod? Mert azért ez sokkal nagyobb élvezetet tud nyújtani. Na nézzük egy ilyen fél torz hangulattal. Nem rossz szám ez, nem? Annyira kint van ez a hangszedő, hogy gyakorlatilag annyira úgyből akadok, a középső, mint könyves keze a harisnyába, persze. Úgyhogy, ha ezt lehet kérni, akkor ezt állítsák lejjebb ezt egy De a nyaki is eléggé. Nyaki is eléggé kint van, igen. Mondjuk ezek, ahogy nézem, ezek valószínűleg kerámia hangszedők, amik nagy jelivek. És ezek itt nem a mágnesek benne, hanem ez csak sima vasmagok, és a mágnes az egy keresztbe van lent alul. Ez power sound, de ennyit hát írnak ennyit, róla. De valószínűleg, hogy ez az a jellegű, mint ami a mexikói fenderekben is van, ami kicsit ilyen vastagabb, lomhább, nagyobb jelű, de nem annyira érzékeny, tehát így nem annyira húzza el a húrt, mint egy vintage. Nyaklik a kezemben, de az nem baj, az ilyen hibám. Hát igen, mert már nehéz ott játszani. Összeakadok benne. A bátban nyilván ne gitározottok sose.
figyelj, ez ennyit ér, amennyire kínálják. Igen. Se többet, se kevesebbet. Ez tökéletes versenytársa a Fender belépő kategóriás Squier, Sonic, vagy melyik szériája, meg Bullet, meg ilyenek. Ez az a világ, kicsit talán szebb a kidolgozás. Hát ugye a fogásra, meg olyan... Igen, hogyha ránézel, igen, akkor... Ja. És olyan könnyű. Elképesztő. Fű, hát ezt figyelj. Ha valaki vendéglátózik mondjuk, és egy este végigáll 5 órát mondjuk, mert az van ilyen. Abszolút. Hát tudom. Egy lagziba. Igen, az ott nem mindegy. Megy a izé, a 8 óra munka, meg a... Tudom én, miket játszanak a buli végén, tudod? Ez már buli elején is. Ja, igen? Persze. Ja, tudod az ezeket a kaszinót visz meg itt. Ahhoz ez szívből ajánlom. Egyébként Hungária, láttam egy olyan fényképet. Hungáriának azt hiszem a Hotel Mentor lemez készítés. A Kékes Sisi egy Gibson Explorerrel játszik egy mezabogi kombón. Ne. Tehát ha valamit nem gondolnánk, akkor az, hogy a Hungária ezzel a setup-mal van feljátszva. Az totális tök jó, nem? Téveszme, igen, két dolog. Fajn. Oké. Okay. Kikapcs. Jó. Marikát. Marikát, ne kérjük, hogy tüntesse el a gitárokat. Következő. Az melyik, Tomikám? Az kérlek szépen, az a kék színű, sorrendbe raktam neked, igen. Uh-huh. Egyébként baromi jó néző szín ez. Jól néz ki a szín, igen. Ez egy ilyen halvány metró árnyalat. Tudjuk, a 70-es évben fényképeket nézegetünk a metrókról. Tudod, Budapest régi képeken a metró átadása 72, akkor ilyen az árnyalata. Árban már léptünk azért egy komolyabbat ezekben a kategóriákban, úgyhogy 120 ezer forint. Csavarozott nyak, amerikai hársfa test és égetett juhar, itt már bejön ez a roasted, ez a most igen, nagyon divatos. Igen, ez divatos, ez a grillezett gitárnyak, az ilyen keti partin. A hangszerű az Kort Voiced Tone, VTS 63 és VTH. Voiced Tone? Voiced Tone. Meghangozott hang. Vagy megénekel? Vagy azt mondom, Voiced Tone, fius, nem, tudod, nem csajra nem ajánlod. Jó. A többi meg igaziból, hát ez az Ocean Blue Grey, ami a szín hivatalos neve. Igen, óceán kékszürke. Aha. Tök jó. Jó, gyakorlatilag ennyi. Ez, egyébként, hogyha így ránézel, akkor ez nekem egy drágább hangszerben nyomását kelt, így igen, a szín miatt, meg az égetet. Kurjól néz ki rajta, meg az ilyen kicsit ilyen modern világ, hogy ezt a fajta ilyen... Igen. Keretes, Gibson-szerű, ilyen puff jellegű hangszedőt igen kapta. Jó néz ki, nagyon. Ja. Igen? Aha, oda néz. Ezt mindig meg kell nézni, mindig van egy ajtó egy tovább lépésre. Jó, hát az... Ez vagy felezi, vagy duplázza. Még! Azt mit csinál? Igen, a Kramernek volt egy olyan Kramer gitárom, hogy két darab, az a Quad Rails, az ott a neve, két darab minihamba került benne, 4 tekert. Azt a kutya. Nyilván, hogy gyakorlatilag a végtelen ez, hangú izé volt, tudod. Használhatatlan, tudom, persze. De nagyon, itt így is nagyon szép ez azért. Ez nagyon szép, ízlések. Ez a fogása jó ennek. Jó? Igen. Aha. Mindjárt megnézem. Jó. Még nem fogdosgattam. Igen. Hát, amikor vagy, akkor Clint Eastwood. Várjál még, hát... De rendben van, tehát, hogy... Uh-huh. Igen. Ez egy kis poliszos hang most ez. Mindenkitől. Kisebb jelű. Valahogy igen. Vintage-ebb. Valószínűleg, hogy az Alnikos. Aha. De aztán lehet, hogy tévedünk, és nem Alnikos. Akkor Alnikótól elnézést kérünk. Száfár Alnikó. Jó
jó kis sokkal, sokkal több a magja a hangjának, sokkal több a közepe, mint az előzőnek. Most nem tudom, csak azt nézem, hogy az EXL 120 az a 10-es, a Dario-val, vagy a 9-es, a EXL 120. Hát nekem fel, nem tudom. Most én sem tudom, mert hogyha a 10-esek is a húrok, akkor valahogy olyan jó érzésem van, mint hogyha nem lenne 10-es. De hogyha meg 9-es, akkor meg 9-es. Ez a klasszik vibe A kategóriája körülbelül... Nem, még az alatti. Abszolút, igen. Tehát a klasszik vibe az ilyen 178-80. Már annyi. Ja. Aha. Ez meg 120. De ezeket szerintem érzetre vagy fogásra szerintem az olyan hasonló kidolgozás. Igen. Nem tudok tisztában mit játszani. Akar maga szólózni? De már nem tudom, hogy mit akar. Igen, itt a nylonok. Igen, rajta vannak a gyári fóliák. A Dávid-es fóliát. Az a... Jó karaktere. Igen, nemrég forgattuk a Schecter-es videót, és ott mindegyiknek ugye hatalmas bundja volt, és régen én is kisebb bundokban hittem. Hogy hát, kisebb bundokban nehéz. Nagyon nehéz, és annyira valahogy olyan érzésem van, mint hogy az egész gitár pici lenne attól, mert hogy kicsi. Igen, a bund. Igen, gátolja a hangok közötti átjárás számomra, nagyon kicsi bund. A modern legátos játéknak nem tesz jót a kis bund. Vagy nem kellemes, milyen lehogy az ember valahogy, de nem kellemes. Igen. Ja, és hát akkor nézzük meg, elnefelek. Ez egész jó. Tök jó. Jelleg. Ez tök jó. Bocsánat, megszúrta a húr az ujjamat, amikor kicsomagoltuk a gitárt. Én nekem minden gitárhúrozásnál megszúrja az ujjamat a húr. Én bénzse vagyok ebből szempontból. Azt tudtátok-e, hogy régen a 90-es években a Bon Jovi turnéban volt egy csávó, a Sanvorának egy olyan rodja, aki váltogatta a hangszíneit neki, analóg. Ja, lépegetett? Lépegetett. Tehát nem az, hogy ő nem volt hajlandó, hogy szólót kiemeljen, vagy mit tudom. Csávó, hát ez gyakorlatilag izé volt, Fucvics Peti. Leszek én neked a... Na.
tisztát azt hiszem. Ja, meg kell nyomni a tisztát. Nem, akkor nem tisztát, az nem. Szigárúgy jellegű volt. Tisztát, azt nem kérjük, köszönöm. Mert ez egy kis géne finomba, enitimosos génba, hogy mit mond a nyaki őrületbe. Fényévekkel jobban pikebb benne, mint az előzőben. Yeah, yeah. Tehát... Ja, ez jó. Gyerekek, ez igen, tehát hogy... Ez ilyen Ghostbuckers-szerű nekem az érzete, ilyen, az a vintage humbucker, az a sok magasú, sok közepű, nem olyan sok mélyű, harapos. Yeah, yeah. Nem? Jó. Nagyon jó. Mindenki azt hiszi, tudatlanak, hogy nem foglalkoztak vele, hogy a Thunderstruckot úgy játssza az Angus Young, mint a klipbe, hogy... Hát nem úgy játssza, meghallgatjuk és halljuk a pengettőnek a... Yeah, yeah. Ez szól, érted? Igen. De jó, különben tök jó klipbe vagyunk. Nem szól arra, ez szól, hogy... Egyszer elvállaltam egy AC/DC tributozást, hogy és én játszottam ezt. Na most valami 2 perc, 70 másodpercig megy a izé. Szerintem újra nem jó rá, mert megbuksz rajta. Igen. Csak két ujjas kifutott bundakesztyű, mint a izébe, a pompomba. Hát, az csak a legegyszerűbb mód, kurva jó egyébként. Na, ez például nagyon olyan AC/DC is szandja van az. Ennek a hátsó hangszedőnek. Nem? Jó. Mindig, hogyha rákapcsolom a izét, berakom kettesbe, hogy hármasba inkább. Jó, élénk hangja van. Igaz? Steg, szerintem jó. Vintage. Yes. Tök jó. Ez sokkal utána az előző. Hát, fény évekkel. És nem 50 rongyal, vagy mennyi kerül többen? Hát az előző az mennyi volt? 70 ezer, ez meg 100. 20 ezer, ja 50. Inkább ezt vegyétek, hogyha yeah, inkább yeah. Kicsit várj, vihetek még vissza egy pár üres üveget. Igen, meg kell várni még egy névnapot. Igen, vagy még egy, igen. Ja, ez... Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen névnapod, amire kell várni, és akkor név, vagy meg a szűjt összekötni, és akkor ezt megvenni, mert ez sokkal jobb gitár. Igen. Ez olyan gitár, hogyha azt mondanak, hogy ezekkel lejátszom, hogy volt, akkor nem esnék kétségbe. Yeah, ez már az a kategória egyébként. Jöjjön akkor a nézzük, hogyha kövi. Még több pénzünk van, akkor hogy járjunk igen, el? Itt most már azért átléptünk egy másik árkategóriába, de egy szerintem baromi jó kinéző gitár. Erzsike, hozzam már ide, azt már ne könyörögtessél már! És nem adja vissza a kép. Tehát, hogyha megnézitek online a képet, akkor teljesen máshogy néz ki, nézd csak itt ezt a kép. De ez más színű is, nem? De nem, ez az.
Úgyhogy egészen máshogy néz ki. Ja, aha. Ugye? Ja, mert hogy izé? Ilyen színváltós, színváltós, nem tudom micsoda. Egyszer zöld, egyszer lila, nagyon-nagyon. A Vámos Zsoltinak volt egy ilyen krémelje régen. Igen. Egy olyan, amit nem tudtuk megállapítani, milyen színű, hogy rózsaszín vagy zöld, attól függ, honnan néztek. Ez egy gyököpös gitár volt. Kort G280 Select TCP. Na várjál, és akkor felolvasom, itt is az van, hogy olyan extrákkal újra értelmezték a G280DX-et, mint a gyöngyház színű koptatólap, a rózsafa fogólap és a fémborítású Voice Tone VTL-77-es humbucker. Ez úgy ugyanaz a pick-up, nem másikban volt. Select éger testtel, habos UR tetővel rendelkezik, HS-es pick-upok. Igen, az gyakorlatilag így van. Ez a Kort CFA3-as tremoló van, ez már szerintem egy prob cucc, ez mind a két irányba jól mozgatható. Igen. Elvileg. Jobbra vagy balra, ugye? És ez is mi az, hogy hívják a kulcsot? Hát ez a locking tuner. Locking, igen. Hát igen. Az a satus. Na, az nem jutott eszembe. És áttetsző kaméleon lila a szín. Hát ez abszolút. Egyébként nagyon szép, jó kis színe van. Tényleg jó. Kemény juharnyak, égetett juhar tetővel, éger. És dögül néz ki. Ez dögei Éva. 15 ezer forint gyakorlatilag. Mennyi? 215. Aha. Ez olyan, mintha az előzőnek lenne kicsit a customizált. Igen. Verziót, hogy a hangszínek azok megegyeznek az előzővel, igaz? Nézem, Kort CFA3, ja nem, várj, csak hogy nézem én azt. Itt hangszínek, Kort Voice Tone VT63 és 77. Nem, a hátsó nem, az VTH59 volt, itt pedig VTH77-es, ez már még egy. Ez lehet, hogy egy nagyobb gém, hogy úgy értelmezzük, hogy ahogy írva van a vagyon, akkor 59-es, ez lehet, hogy az kicsit az a ilyen paffosabb, ez meg 77, ez meg lehet, hogy meg kicsit ilyen a modern, de lehet, simán, abszolút. Tudom, kell, akkor vesek. Hát ez már tiéd, ez már drága. Ja, már drága? Persze, hát jó, tudom, kell neked tisztaság. Hát néztük azok. Jó. Ezen már nagyon gondok vannak, mintha a szememmel azt mondhatnám. Igen. Jó, ez tök szépen szól. Kurva jó. Hangolás azért megengedtek, ugye, egy mai világban. Persze. Kis hangológép. Egyszer volt valami olyan Omega TV felvétel, vagy már nem lészem rá, de hogy az elefánt úgy hangolt, hogy hallottam. Tehát, hogy... Kisgyerek voltam. Tehát rendesen ezért hangolt a nagy marshall stack-eken. Gondoltam, hogy ezt belefér egy... Nem baj egy, az, persze. Egy 70 ezer ember előtt. Jó, itt eleve nagyon magasan van már az, yeah. az első, az a csont is, ez majd, aki ezt megveszi, azon a ambulánsan hívja ki ezért a tivadart, hogy valakit, aki ezt közben állítja, mert a sárga angyalt. Szép hangú gitár. Jó. Tök ennyit a tiszta hangról. Oké, köszönjük. Nagyon hasonlóan szól, mint egyébként az előző. Ez ugyanaz a pika, a nyak. Igen? Aha. A híd a már. Közepelnek. Ez egy olyan, modernebb, egy erősebb, igen, modernebb, ez nem annyira paffos. Igen. Jó, de egyébként... Ezt akartam mondani, hogy pont meg is láttam, hogy minthogyha
egyenesebbnek tűnt volna a nyak, és ez ilyen compounded rá, vagy compounded, vagy hogy igen, ez már gondoltak arra, hogy ne csak az énekeseknek a gitárja legyen ez, hanem a gitárosoké is. Igen. Tudod, csak a nyakba tudod. Szóval itt már egészen sima a nyak. Igen. Az szimpatikus. Jó, az hangszerű, tök jó. Nagyon jó szól, nem? Jó. Tök jó hangja van. Kutya baja. Hogy van? Hát én nem feltétlenül ezt a gitárt választanám, de tök jó szóra. Ez a párizsi rockövé. 10 a párizsi, legyen szíves. Szép hang, nem? Tök jó modell. Tomikám, ez megnézhetem még. Kiajánlom neked ezt. Súlyügyileg is ez már azért egy egészen más. Ebbe de világában is kicsit ezt a Tom Andersonos igen, jelleget ez hozzá, modell. Ezzel a bindinggal, meg ezzel a toppal, igen. Meg a szőr, de gyönyörű itt az a fajta, tehát ilyen jellegű, típusú gitárt, amelyeket így néz ki, és mondjuk ilyen jellegű, az ebben az A-kategóriában kizárt, hogy más cégnél lehetne beszerezni. Egy ilyen jellegű szőrt akarsz venni, 1.600.000 forint érted. Igen. De ilyen nem az a kategória, de arra haja az a világa. És óriási rajta az, hogy a Music Man-nél kialakított egy nyakállítási igen. lehetőség van itt a motiváknál, a nyak végében. Tehát se nem kell levenni a nyakat, se nem kell lecsavarozni a igen. lehetetlen húrok alatt lévő csavarokkal megoldott plétet, hanem fogod ezt egy kis csalúzóval akár átosz rajta bulin, hogyha úgy adódik. Ez nagyon jó kis, hangszer. A bundok is ezen már faszák. Meg ez a kompenzált nyak, vagy nem tudom, hogy hívják, ez itt sima, az jó. Tehát hogy az sem ebben az árkategóriás szórásban igen. szokott általában leszegetni. Nincs vele baj. Ezt az olyan ember beállítja, aki tényleg bármelyik, tehát azt mondtátok, hogy bármelyik budapesti hangszerboltnak nagyon jó hangszerészei vannak, kivétel nélkül, tehát senkit nem emelnék ki, mindegyik hangszerbolt, ahol megveszitek, vagy mindegyiknek olyan hangszerészei vannak, hogy kérjetek egy beállítást, igen. és mondjátok, hogy olyan állítsák be, mint nekem, és akkor kényelmet lesz. Tényleg. Ebben is tök jó, másikban is tök jó szól. De meg, hát, ami nekem valami fontos, hogy...
kényelmes, és nincs vele erőlködés ezzel sem. Persze, persze. Hát figyelj, tehát, hogy nekem ez is érős, most függetlenül attól, hogy azt hinnéd, tudod, hogy kort, meg 200 ezer, de ez... Figyelj, a kort az egy nagyon jó gitárgyártó cég. Sokan nem tudják, hogy például a Porrit Smith Esse gitárokat, azokat a kort csinálja. És én nagyon sokáig nem tudtam, hogy az miért Esse. Mert? Mert az a Student Edition. Ne, az nem ilyen Special Edition. Nem, a Student Edition. Igen, a tanuló. Aha. Tanuló gitár. Aki már vettem ott játszani, az vett amerikait. Addig azon kell. Egyébként nagyon jó gitárok azok is. Majd tervezzük, hogy igen, azokat is majd megnyomkodjuk. Egyébként, amire nagyon hasonlít ez a gitár nekem, és szintén a kort gyártja, az a Larry Cartonnak a Sire, vagy Sear, vagy... Jaj, a Sire, aha. Kis vagy, madár. Igen. Tehát, és az például nagyon hasonló nagyon nekem. Ugye, hogy ez, igen, ez a világ. Igen, más, hogy néz ki nyilván. De igen, tehát, de az elképzelés meg a hűzé, tehát az... De szép ez de nagyon jó az a szín, hogy ez soha nem derül ki, hogy szürke, rózsaszín, vagy zöld, vagy milyen ilyen neon. Parádi. Neon parádi! Oké. Okay. Még egy kort gitárunk maradt. Egy kort gitár. Ez meg már még egy komolyabb lépés. Ezt már nem is Marikától kérem, mert nem merném a kezébe adni. Igen. Nem tud annyira finoman bánni velük. Oda néz. Ilyet még én sem láttam, mert ez valami új. És hát 324.900 forint. De ezzel érzem rajt. Valószínűleg a csúcs kategória, de akkor felolvasom itt is a repi anyagot, mindjárt segítek neked. A több díjat is elnyert, mérten népszerű G300 Pro széria folytatása, a G300 Raw elektromos gitár, amelyet kifejezetten azon zenészek számára terveztek, akik stúdiószintű sokoldalaságot és magas minőségű mestermunkát és alapanyagokat keresnek. Ami különlegesség egyébként, ez a kamrás kialakítása a könnyített afrikai mahagóni test. Tehát, hogy ez üreges. Aha. Valószínűleg akkor belül. Juhar fedlap. Itt azt írják, hogy tökéletes, kemény riffekhez, vagy hosszabb szólókhoz. Hosszabb szólókhoz? Rövidhez. Tartós te, igen. Afrikai mahagóni nyakra szelet rózsafa fogólap. Remek hangtovábbítást és hosszú szásztényt. Tudod, milyen kicsit ez a Sörnek volt a Guthrie Govan? Igen. Gitár, vagy van is, vagy nem igen tudom. Seymour Duncan, hangszedők. Na hát az... Ott az SH2, TB4, humbucker. Hát figyelj, az SH2, az a jazz, azt yeah, yeah nagyon szeretem. Nekem van is, hogy a gitár, amivel ez a set van, hogy SH4, ez a JB, vagy minek mondják más néven, ez pedig az SH2 jazz. Igen. Nagyon jó. Ez is kompenzált a fogólap. Mindjárt meg is mondom, azt annak nagyjából a fejemben a mi és hangja két van. Oktávos, aha. Igen. Igen. Ez figyelj, ez ahogy most így megfogtam, meg ahogy ránéztem, ez egy komoly gitár. Itt beleszereltek minden jót gyakorlatilag. Igen, ez teljesen ez kompromisszummentes. Igen. Mindjárt megnézzük, hogy a hangja mennyire kompromisszummentes. Figyelj, ezen érzem a világot. Na megnézzük, hogy a finomban mit csinál a finom világában. Bocsánat, még egy fontos info, és már megint ránéztem, és ebben már még szerintem még nagyobb bundok vannak. És ráadásul rostamentes acélbundok, tehát az soha nem lesz vele probléma. Hát
nem véletlen egyébként, hogy JB a világon legtöbbet gyártott és legtöbbet eladott hangszedő ever. Ugye három hangszedő van, amire azt mondják, hogy a legnépszerűbb a világon. Ez a JB, Seymour Duncan, a DiMarzio Super Distortion, DP-100 és az IMG-nek a 81-es. Ez szerepel a legtöbb prémium-up kategóriás gyári gitárban is, ezt adták el a legtöbbet is magán emberek, elvettek meg. Ez a legnépszerűbb. Kimerjük jelenteni, nem véletlenül. Van egy nagyon jó közepe, nagyon jó magasa. Ez nagyon jó kiegyensúlyozott hang. Az a szóló gitárra, mindjárt rányomok ezért a keményebb világra. Amit gyakorlatilag mindenki hallani szeret egy gitárból. Vaskos. Nem hüppög, de nincs felesleges mélye. Gyors. Van atakja, és az a gitár nagyon jó hozza. El van mahagóni, nagyon adja ezt a világot. Figyelj, ez a gitár azért nagyon jó. Nem tudom, Mikám. De nekem így külsőleg ezt így érz. Tehát, ha nem lenne rájött egy port, abszolút akkor bármire lehetne írva. Bármi. Ez abszolút. Kihagyja, nem? Szedd alá, Tomikám, rajta. Hát, megnézegetem, de... Ez full egy ilyen, egy full modern menő gitár. Ez is kompresszált hang, ez is, de még sincs az érzetem vele egyébként, mint egy Fishman hangszedővel, hogy az leöl engem, tudod? Bocsánat, ez még mindig csak azon tudok, hogy igen, ezen már szerintem pont jók a bundok. Ez jó, igen. Meg... Én egyet csinálnék rá, hogyha az enyém lenne, én kigötném belőle a hangszínpotit. Yeah, yeah, yeah. Én nem szeretem, a JB-hez nem szeretem a hangszínpotit, mert az olyan nagy, a 15K-s elnálású hangszedő fölött én nem szeretem a hangszínpotit, mert ott már vág. Az alacsony impedanciásoknál, ilyen pafoknál, még 13-14K-ig oda kell, mert tök jó, a csicsergés levágja róla, de amik a nagyobb jelű, azok szerintem ez már felesleges. De így jól szól nyilván, csak úgy még bedebb lenne egyet. Édeskés hangkartal a gitárnak, igaz? Szép hangszer. Igen. Szép hangszer. Ezzel most feladta a leckét a többi gitár cégnek, hogy ilyen árkategóriákban ilyen jellegű, minőségű hangszert gyártson, mert ugye nem nagyon. Nem. Az összes többi tesztvideónál néztük, az Ibanezből is, vagy a Schecterből is van ilyen szintű gitár, de ez nem ennyibe kerül, igen, hanem a duplájában. Kötelesen? Igen. De jó. Ez a szörnyű.
Fönt is milyen jó lehet játszani. Kényelmes, precíz. Élményszerűen. Ja. Azért fontos, hogy egy gitárnál mindenképpen fontos, hogy, hogy élményszerűen tudjon lehet játszani az ember. Nyilván minden jobban gitározik az ember, annál jobb hangszert szeretne, mert annál, amiket játszik, az annál jobb hangszedőket, bundot, kényelmet, nyakat, rádiózt, mindent igényel. És ez nem gizdaság, meg nem, ez az alap dolog, hogy valaki ezért tudja elgitározni egy tábortűzi muftidobait, annak gyakorlatilag majdnem mindent mindez a kezébe. Viszont ez a világ legnagyobb hülyesége, hogy neki, van, akinek minden gitár jól szól, azért persze, de egy ilyen szintű gitár, halljátok, hogy mennyire jobban szólt az kezébe, mint egy szarab. Nincsen megalkuvás szerintem egy ilyen hangszerre. Nincs. Ez szerintem, akinek jutott, mennyibe kerül ezt, amikor? 324 000 forint. Nem tudok versenyképes ezért mondani ilyen szintű gitárt ebben a kategóriában. Egy Seymour Duncan-ekkel, satus kulcsokkal. Eleve egy Seymour Duncan pick-up set ez a izé, az már több mint 100 000 forint. Mahagóni test, tök jó tremolo, acélbundok. Satus kulcs. Tehát minden. Ráadásul nem tudom, ki gyártja, valószínűleg a Gotó, vagy nem tudom, ki gyárthatja ezeket a szerelékeket. De ez ugye, ez olyan, hogy ezt még hangszerészhez kell elvinni. Tehát ez olyan szinten van odafigyelve rá. Nincs vékony nyaka, tehát ez nem az a fajta heavy metal gitár, aminek a vékony nyaka van, tudod? De nagyon-nagyon jó, nagyon jó kis hangja van. Nagyon klasszikus rock hangja van. Azt kell tudni, ez a JB hangszedővel, a SH4-es hangszedővel szerelték a 80-as évek legtöbb gitárját, a Jacksonokat, Kramereket, Charveleket, az összes olyan gitár, ESP-ket, amin a világsztárok játszottak. Tehát, ha a világsztároknak a lemezeit, rocklemezeit meghallgatod a 80-as évek közepén, akkor feltehetőleg vagy ez a hangszedő lesz benne, vagy egy Super Distortion. És az embernek a fülébe benne van egy olyan hang, amit ugye rég lemezeken hallott, hogy mi az, ami az embernek tetszik, és ez a gitár nagyon hozza azt a fajta világot. Ömlik belőle a hang, ugye? Kurva jó. Na, hát ez lett volna a kort teszt, és hát reméljük, hogy azért sokak fejében, meg szemében sikerült eloszlatni, ha volt egyáltalán ilyen tévképzet a kort gitárokkal kapcsolatban. Nekem ebben az árkategóriában tényleg az egyik legnagyobb kedvenceim. Igen, fél biztos vagyok benne, hogyha 3 kilom lenne, és gitárt akarnék vásárolni, körülbelül ilyen ez nagyon esélyes. Ez versenyképes. Igen, nem tudok ehhez. Legközelebb 5 kiló körül tudok ilyen. Igen. És azért az majdnem duplája. Ez tényleg, hogyha van haszna, hogy megnézzétek ezt a videót, akkor ez mindenképpen az, hogy aki most akar venni, hogy tényleg ez nem egy tanuló gitár. Nem. Hát sőt. Ez nem egy ez tudó. Srácok, köszi szépen, hogyha megnéztétek, köszi szépen, ha feliratkoztok, köszi szépen, hogyha támogatjátok a csatornát, lesz még elvileg videó, és hát nem, vagy már félig meddig titkokat elárulok, de lehet, hogy jövőre élőben is lesznek hasonló dolgok, bizony, még a részletek bizony, majd azok. Tervezzük, hogy igen. Esetleg csinálunk olyan kis klubos bizony. Hangulatot, és akkor ezeket élőben meg lehet fogni, meg válaszolunk mindenféle kérdésre azonnal, tehát tök jobb, ha lesz ez. Részletekről majd nyilván mindenkit értesítünk itt a csatén, úgyhogy én nem tudom, mikor jön ki ez a videó, de lassan már boldog karácsonyt kell kívánnunk. Hát szerintem ez konkrétan, ugye, mert még ezen kívül, hogy ezzel együtt az 3 videó, igen. Még nincs kint. Ja. Meg még egy lesz, ha minden igaz. Szóval igen. Boldog karácsony környékét mindenkinek. Igen, boldog ezüst vasárnapot kívánunk. Úgyhogy köszi szépen, ha itt voltatok, mindenkinek a legnagyobb csőzetek. Szevasztok!